Köszönöm szépen, el kell mondani a mai napon, hogy a kormány rendkívül fél és rendkívül ideges, de nem azért, amiről a mostanában, a mostani napokban beszélt szoktunk, nem a szargentini jelentés által zavarja a kormány, hanem az, hogy hónapok óta nem érkeznek az Európai Uniós támogatások. Ezek a támogatások azért nem érkeznek, mert az Európai Unió asztalán stócokban állnak a bizonyítékok arról, hogy hogyan lopják el a magyarok az Európai Uniós támogatást. Nem a magyarok, hanem a magyar kormány stócokban állnak a bizonyítékok arra, hogy a legfelsőbb szintekről szervezik ezeket a csalássorozatokat, és stócokban állnak a bizonyítékok, hogy semmilyen valódi kontrollja nincsen a kifizetéseknek. Ezt az Európai Unió már nem nézi tétlenül, jelen pillanatban majdnem 1300 milliárd forintnyi kifizetetlen számlája van a kormánynak, ez hirtelen rendkívül komoly válságot is okozott a kormány, ez zavarja, mert a kormány tudja, hogy ezentúl az Európai Unió nem fogja megengedni azt, hogy minden kontroll nélkül szervezetten a legfelsőbb szintekről lopják el ezt a pénzt. Ami most a feladatunk, és ami ennek az aláírásgyűjtésnek a feladata, az mégis összefügg a szargentini jelentéssel is. A magyaroknak meg kell mutatni, hogy nemet mondanak a korrupcióra, és igent mondanak az Európára. Azt is feladat, és az is nyilvánvaló az egyik legfontosabb cél az Európai Uniós ügyészséggel, hogy legyen végre következménye annak, amikor ilyen szervezett lopás sorozatok vannak. Sorozatban el tudjuk mondani, hogy milyen ügyeknél szabotálja a magyar ügyészség az ügyeknek a nyomozását. Farkas Flóriánra tudnék utalni, Farkas Flóriántól már visszakérték a több milliárd forintos támogatást, mégis évek óta gyakorlatilag parlamenti képviselő lehet, de tudnám az öveges programot is elmondani, illetve a Tibor ügynél is mindenki látja, hogy nincsen gyanúsítás. És a harmadik nagyon fontos cél az Európai Uniós csatlakozással, az Európai Uniós ügyészséges csatlakozással, az az, hogy megmentsük ezeket a támogatásokat, és megmentsük Magyarországot egy hirtelen kialakuló gazdasági krízistől, hiszen hogyha ezek a pénzek nem érkeznek, az néhány hét alatt is, néhány hónap alatt is egy rendkívül súlyos gazdasági válságot okozhat. Akkor, hogyha nem csatlakozunk az uniós ügyészséghez, ezek a pénzek nem fognak érkezni. Két kérdésről kell még beszélni. Az egyik az, hogy mit érhetünk el az 1 millió aláírással. Az 1 millió aláírással mindent elérhetünk, elérhetünk a célunkat. Ez egy nagyon komoly nyomásgyakorlás. Nem csak tüntetésekkel lehet nyomást gyakorolni a kormányra, megtehetjük azt, hogy az emberek elégedetlenségét, az emberek akaratát egyenként összegyűjtjük. Ez az aláírásgyűjtésnek a lényege, amikor egyenként megyünk oda az emberekkel, és egyenként szedjük össze az aláírásokat, egyenként szedjük össze, gyűjtjük be az elégedetlenségünket. A harmadik kérdés pedig az, hogy meg lehet-e csinálni. Természetesen meg lehet csinálni, nagyon-nagyon sok támogatást kapunk, nagyon sokan jelentkeztek már eddig is az aláírásgyűjtésre, és biztosak vagyunk abban, hogy a közeljövőben még többen lesznek. A mai napon hivatalosan elindítjuk az aláírásgyűjtés itt a Blahalóza téren, és néhány napon belül az egész országban meg lesznek azok a pontok, ahol az aláírásokat gyűjthetjük. Lesznek olyanok, akik házról házra járnak majd az aláírásokért, lesznek olyanok, akik csak az ismerőseik között gyűjtenek. A aláírásgyűjtő híveket le lehet majd tölteni, vissza lehet nekünk küldeni. Rengetegen, nagyon sokan jelezték azt, hogy segíteni fognak. Gondoljunk bele, hogyha egy ember egy nap 30-40 aláírást összegyűjt, az azt jelenti, hogy ha 1000 ember gyűjti az aláírást, az egy nap alatt már 30-40 ezer aláírás. Én nagyon szeretnék még végül köszönetet mondani a Momentumnak, akiktől nagyon sok technikai segítséget kaptunk, már aláírták vezetőink a műveket is. Nagyon sok technikai segítséget kapunk, és azt is el kell mondanom, hogy ugyan az országos pártok, országos vezetése az nem
nyilatkozott arról, hogy támogatják ezt a kezdeményezést, azonban nagyon sok olyan aktivistával beszéltem, aki azt mondta, hogy legalábbis nem akadályozzák, és ezek az aktivisták vidéken is segíteni fogják ezt a aláírást. Ha van kérdés, akkor szívesen válaszolok. Gondoltam, hogy témán kívül a TV2-nek a mutatásai bementek a kertembe, a családomat, a feleségemet, a házamat videózták. Amit a TV2 csinál, az ugyanakkor egy nagyon jó illusztrációja annak a dezinformáció diktatúrának, ami Magyarországon kialakult. A TV2 ma nem erről az ügyről fog beszélni. TV2-ben nem erről az ügyről fog beszélni, hanem folytatni fog egy rágalom történetet, aminek gyakorlatilag semmilyen alapja nincs, viszont ezzel próbálja majd elterelni a figyelmet arról, hogy Magyarországon már 1000 milliárdos forintos támogatások nem érkeznek, mert 1000 milliárd forintos visszaéléseket tesz meg a kormány. Váró a kérdés. A kiegészítésem lenne, nem maguktól mentünk be a közös udvarba, hanem az ott bérlő úriember engedett bennünket és interjúztunk vele. Az az úriember, aki egy családapa, egy 3 éves kislánynak az apukája, és ő megakadályozta, hogy kibéreljék azt a lakást, hogy nem nincsák, és be tudjanak költözni. Természetesen nem akadályoztam meg ezt a lakást, ez egy rágalom hadjáratnak a következő állomása. Önök ezzel a dezinformáció diktatúra része, és ilyen rágalmakkal próbálják elterelni a figyelmet arról, hogy mintegy 1000 milliárd forint már nem érkezett a Magyarországra, azért, mert a kormány nem ellenőrzi az Európai Uniós kifizetéseket, sőt, legfeljebb a szervezet ezeknek az ellopásnak. Van még másik kérdés? Újságírói kérdés, hogyha föltehetnék az ügyel kapcsolatban. Tudomásom szerint, egyébként Róna Péter vagyok, tudomásom szerint októberben népszavazási kezdeményezés is fog indulni. Pontosan a kérdést még nem ismerem, hogy milyen formában, de szintén az Európai Ügyészséghez való csatlakozás érdekében. Erről mit tud, és össze lehet-e vonni ezt az aláíragyűjtést, vagy azzal a népszavazással valahogyan? Sajnos népszavazás ebben az ügyben nem lehet kiírni. Van egy másik kezdeményezés az Európai Bizottság előtt, ez egy magánszemélyek tették, amelyik hasonló témájú, nem teljesen ugyanez. Meg fogjuk nézni ennek a pontos tartalmát, és elképzelhető, hogy azt a aláírásgyűjtést is támogatni fogjuk. Azonban másról van a két ügyben szó. Az az ügy a külső nyomást próbálja erősíteni, mi a belső nyomást szeretnénk megtenni erre a kormányra. Mi az, hogy
még egy kérdés, hogy hova lesz benyújtva ezek az aláírások? Milyen petíció formában, de kinek? Ezeket meg fogjuk mutatni, be fogjuk nyújtani a kormánynak, a kormány képviselői megnézhetik. Az nagyon fontos, hogy a kormány itt viszont nem fogja megkapni a személyes adatait azoknak, akik aláírták. A Fidesz azért szokta gyűjteni az aláírásokat, hogy a személyes adataikat megkapják, ezeket a személyes adatokat nem fogja megkapni. A Fidesz mindenki bátran aláírhatja, de meg fogjuk mutatni minden újságnak, eljöhetnek a TV2-sök is majd, amikor ott lesz az egyéni aláírás, amit nem tehetnek meg, hogy nem fogják tudni lefotózni. Mindenképpen sokkal egyértelműbben meg fogjuk mutatni az aláírásokat, mint a soros konzultáció, ahol azt hazudták, hogy 2,3 millió konzultációs így visszaérkezett, de nekem csak 15 percre mutatták meg ezt a filmet. Én kérdeznék, Attházi úr, hogyha az 1 millió aláírás meg lesz, ennek mi lesz a sorsa, lesz-e valamilyen következménye, vagy elérünk-e ezzel valami célt? Ez nagyon fontos, ezzel mindenképpen célt fogunk elérni. 1 millió aláírás az rengeteg, és ennek meg lesz a következménye, meg lesz a következménye. Köszönöm szépen. Még egy kérdés, hogy nem lehet esetleg. A TV2-nek nem nyilatkozom. Rágalmaz és a bíróságot egyébként. Azért rágalmaz, hogy elterelje a figyelmet a kormány milliárdos kormányságot. Köszönöm. Annyit hazudtok, hogy az már sok. Szóval Hatházi Ákos sajtótájékoztatóját hallhattátok az Európai Ügyészséghez való csatlakozással kapcsolatos aláírásgyűjtésről. Sokan kérdeztétek kommentben, hogy interneten hol lehet többet megtudni erről a dologról, úgyhogy ezt most így egy kicsit mutatom, tehát a www.európaiügyészsége.hu oldalon tudtok még több információt ezzel a dologgal kapcsolatban, arról, hogy hol tudjátok aláírni, illetve hogy hogyan tudtok beszállni az aláírásgyűjtésbe. Köszi szépen a figyelmet, sziasztok!